Három versenyszámban értek el dobogós helyezést a szerbiai kajakosok a csehországi Račice-ben megtartott kajakkenu világbajnokságon. Két érem óbecsére került, ebből egy arany Marko Tomicevicé, aki Milenko Zoriccsal 1000 méteren megnyerte a világbajnokságot. Ők tavaly ezüstérmesek lettek a riói olimpián. Ove godine, sad kad smo mi prošli prvi kroz cilj i to sa takom razlikom, to je osjećaj koji je stvarno vredan svog ovog rada. I sad sa tim znanjem kakav je taj osjećaj, imam dosta motivacije da nastavimo i dalje i da se borimo za ostale zlatne medalje, znači na evropskom prvenstvu i u Tokiju, nadam se, 2020. Marko Novaković Nebojša Grujiccsal 200 méteren harmadikként ért célba. Bár jelenleg egy zimonyi klub tagja, sokat edz Óbecsén, ahol örömmel foglalkozik a gyerekekkel is. Bitno je da se druže i da odrastaju u tom okruženju, da sutra ako i neko od njih ne bude bio, ne znam, svetski ili evropski pobednik ili olimpijski pobednik, da izađe kao dobar čovjek i kao dobar sportista. A kiváló sportolókat a községházán fogadta Dragan Tošić polgármester. Az önkormányzatnak meglehetősen szűkösek a keretei, de azt ígérik, hogy a jövőben nagyobb gondot fordítanak a sportág utánpótlás nevelésére. Prvo što moramo da radimo, to je neki bazični taj deo u mlađim kategorijama gde se dobro radi, već se to dobro radi, da još popravimo bolje uslove, da kako bi mogli oni u nekom narednom periodu da učestvuju na ovakvim takmičenjima. Az óbecsei kajakosok legközelebb Belgrádban a jövő évi Európa-bajnokságon szeretnének ismét dobogóra állni.